Ügyfélszolgálat címen következik egy. A jelenetnek nem beszéljük, mert nem is tudom, hogy szokták hinni, mert előbb kavaréban. A kavaré műsor két szereplőjéhez, Manika és Dömeg. A hanghatással kísért a legeszizó munka, vagyis a menet és életlen hatásait vizsgáló tudományának. Tudományos vizsgálatok sokasága bizonyítja, hogy a nevetés jelentős immunerősítő szereppel rendelkezik. Először Freud, majd az amerikai neurológus W. Frey igazolta, egy kiadós nevetés során a szervezetben stresszhormonok vonnak be, egy jó röhögésnek órákkal később is mérhető hatása van, nevezetesen a T-limfocitták száma növekszik a szervezetben, azaz erősödik a szervezet ellenálló képessége. Most következik is a száma szervezetünk ellenálló képességének hatékony növekedésére tesz kísérletet, ez monitori dövek. A téma az utcán neve. Fodorági találta az interneten, így az ötleten nyomán következik a jelenet, mely hétköznapjainkban játszódik. Mindenki került már hasonló helyzetbe, általában banka ügyfélként hívjuk a mindenható telefonos ügyfélszolgálatot. Nyomogatjuk a megfelelő gombokat, míg végre egyszer csak meghalljuk. Itt a banka ügyfélszolgálata, Lucizi vagyok, jó napot kívánok! Jó napot! Engem hitel érdekelne, azért telefonálok. Forint vagy devizalapú alapú hitel érdekelné? A forint alakú az milyen? És meg tudná nekem mondani a pH értékét is? Banderdek, jó napot kívánok, Lucizi vagyok, miben segíthetek? Te, ez egy automata már megint. Nem vagyok automata, miben segíthetek? Te, kérdezed az automata, most mit csináljak? Itt a bank ügyfélszolgálata, jó napot kívánok! Én egy előzetes hitelbírságolást szeretnék kérni. Értem, szóval hitelképességi vizsgálatot. Kérem, ne tűzze rá a nevét úgy, hogy az egyen betű közt kereszteveket rendel hozzá. Jó, akkor P, mint postás. Itt a bank ügyfélszolgálata, jó napot kívánok! Voltam a Náfázán banknál, és azt mondták, hogy bárólistán vagyok, vagy micsoda. A nevét hadd kérjem? Inkább betűzöm a nevem, melyet kicsit jacsalok. Én, mint Jóka. Lucizi Bandájék, jó napot kívánok, miben segíthetek? Jó napot kívánok, Vida József, Vida János vagyok, sosem tudom a nevem. Melyik banknál vezeti a folyószámláját? Azt hiszem a Médeamarknál, ha van ilyen mark. Jelzálog hitelt szeretnék felvenni. Állandó lakhelyének tulajdonosa, résztulajdonosa, bérlője vagy családtagja? Hát az az igazság, hogy én egy ilyen megtűz személy vagyok, mert itt a házban boltig tartó élvezet van. Itt a bank ügyfélszolgálata, jó napot kívánok! Érdekelne a reklámban az a kölcsön, a Tibi Tobi. Ilyen kölcsön nincs a bankunknál. Akkor svájci bank alapon szeretnék kölcsön. Ez azt jelenti, hogy svájci bankban kell majd lefizetni is? Választhat, hogy forint, euró vagy svájci frank alapon veszi fel a hitelét. Akkor inkább azt a franciásat kérdezik. Itt a bank ügyfélszolgálata, Fenyő Elvira vagyok, jó napot kívánok! A Ráfász bankos a kártyámat elnyelte a terminátor. Bandernek, jó napot kívánok! Halló, én vagyok az már megint. Már működik a terminátor. Telefontársaság ügyfélszolgálata. Jó napot kívánok! Kérjön, segítsen, problémám van! Milyen ISDN végberendezése van? Nézze, én egy 50 éves szőkenő vagyok tőle, miért ne várjon? Heldesz, parancsoljon! Itt alul megjelent két emberke ikonban. Igen, az az MSN Messenger, az Outlook Express indítja el magától.
Tőlem? Itt a telefontársaság ügyfélszolgálata. Jó napot kívánok! Töltöm ki ezt a nyomtatványt. Mondja, a megjelenítettő névhez mit írja? A nevét. Amit még a madár adott nekem? Nem, azt, amit a szülei adtak magának. Itt a telefontársaság ügyfélszolgálata. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mennyibe kerül egy füllor kégeszett a Nokiához? Kérem, akkor vegyen ennek papír és szemüzát, és lediktálom önnek. Kisfiam, hozd ide! Nem, ne a tollat, a bácsi, szemüzát minden! Itt a telefontársaság ügyfélszolgálata. Jó napot kívánok! Vettem egy telefon, 2 éves hűség nyilatkozattal, de sajnos a hűségem tovább tartott, mint a készülék. Itt a telefontársaság ügyfélszolgálata. Jó napot kívánok! Le szeretném tiltani az előfizetésemet. Ellopták, vagy eltűnt? Hát ez úgy történt, hogy a telefon belesett a mosdóba, mivel vízes lett, kivettem belőle a kártyát. Szétszedtem a telefont, és kiraktam az erkélyre száradni. Ezután a kártyát lefújt a szél, és most ezt szeretném letiltatni. Hát üdjön már nekem egy csörgő dallamot! Itt a telefontársaság ügyfélszolgálata. Mit segíthetek? Van egy új 32-10-esen, a férjemnek pedig egy 2 éves 32-10-esen. Nem találom a töltőm. Használhatom a férjemét? Jó napot kívánok! Lucz Géza vagyok. Miben segíthetek? A csengő hangom állítsa hangosabbra. Milyen típusú készüléke van? Ilyen mozzarella 160-os. Itt a telefontársaság ügyfélszolgálata. Jó napot kívánok! Képzeljen, tütögetünk a barátnőimmel, és mindegyik megkapja az SMS-t, csak én nem. Lehet, hogy a nyelvben árnyékban ülök. Itt a telefontársaság ügyfélszolgálata. Jó napot kívánok! Hát, problémám van ezzel a készülékkel. Milyen típusú készüléke van? Hát, Vodafone. Értem, de a készülék típusára lennék kíváncsi, például Motorola, Ericsson, Nokia. Mondtam, hogy Vodafone, különben nem magukat hívom. Jó napot kívánok, Lucz Géza vagyok. Miben segíthetek? Telefonszám után tudakozódnék, sajnos csak a vezetéknevet tudok, kisegyesen. Telefontársaság ügyfélszolgálat. Jó napot kívánok, miben segíthetek? Nem az automata? Miért? Mit gondol? Igen. Jó napot kívánok, Lucz Géza vagyok. Miben segíthetek? Jó napot, én egy vitamaxot akarnék föltöltetni, de valami keresztet is kér, ami nincs rajta a kártyán, csak az a sok szám. A kettős kereszt billentyűt kell megnyomni, ami a telefonjában. Ja, de melyik? Ez a hópehely vagy a létra? Halló? Parancsoljon. Halló? Én hallom. Halló? Hall engem? Végre kírja ez a telefon, hogy borítékon van. Mi csinálja? Olvassa el, hogy miről szól. Nem szól ez semmit, csak ott figyel. Jó napot kívánok, Lucz Géza vagyok. Miben segíthetek? Jó estét, hamarabb mond a telefonon, már nem tudok SMS-t küldeni, pedig fontos lenne. Jelenleg karbantartás van a központban, ezért nem működik ez a szolgáltatás. Akkor nem tudna a nevemben elküldeni egy sürgős SMS-t. Én itt vagyok az Árpád hét budai hétfőjénél, a barátok meg a túloldalán a pesti hétfőjénél, és üzenik kívánok, hogy jöjjön át, mert itt várom. Sajnos én sem tudok üzenni, de miért nem próbálja meg felhívni? Ja, tényleg. Jó napot kívánok, Lucz Géza vagyok, miben segíthetek? Á, maga az, 3 hónapja beszéltünk, emlékszik? Milyen telefonja van? Nokia. És azon belül? Ericsson 318-as. Telefontársaság ügyfélszolgálat, jó napot kívánok, miben segíthetek? Töröltem a hívás átirányítást a kóddal, de nem jó. Milyen kóddal? Hát,
Rácsos Linzer, 002, Rácsos Linzer és az őrgomb.